Fordítva vartad rá, nem látod? Fordítva vartad rá a gallért, te szerencsétlen! Gyere, félkegyelmű! Ez is! Hát mit fordítva van? Ki fogja ezt fölvenni? Ennyi eszed nincsen? Most nézd már meg! Nincs itthon egy falat kenyér, és holnap se lesz. Honnan vegyek? Azt mondd meg, honnan? Mind a hat fordítva van! Miért nem figyelsz oda? Jó napot! Maga mindig csak merel, Katyerina Ivanovna pedig árt a tüdejének. Szófia Szemilovna, meghoztam magának a könyvet, amit ígérte. Kérem, jöjjön át hozzám egy kicsit. Mondanék néhány szót előjáróban, mert ő Ruiz fiziológiájának nem lehet csak úgy nekiesni. Nem megy sehova. Nem, de hát ő furi, négy mozgás elméletben érte. Nem lesz nélküle. És maga is a saját szobájában. Mit tegyünk? Kérti Csendiseszki és igazat. Menjen már, mit áll meg mindig nálunk? Menjen egyenesen a saját szobájába, szóval nem megy be magán sem ma, sem máskor. Pedig minden rossz forrás a tudatlanság, Katyerina Ivanovna. A tudatlanság. Ezt most lefejted, és újra felvallod mind a hatot, megértetted? És reggel elviszed, megértetted? Katyerina Ivanovna! Katyerina Ivanovna! Nincs pénzem a holnap! Nem a pénz miatt! Vagyis a pénz miatt. Dária Francovna van nála a szobában. Beszélni akarja Szofia Szemilovna miatt. Nem ér rá. Gallért var. Mit akar? Akarja beszélni az a 30 rubelról? Magával jöjjön már! Nincs arról mi beszélni, nem akarja. Nem akarja, nem akarja. Inget várni akar? Egész élete? Csak enni akar, meg melegedni. És nézze meg. Fordítva varta rá a gallét. Ki fogja ezt nekem kifizetni? Nincs neki esze varráshoz. Máshol járja. Hát esze az nincs. Még ahhoz a 30 rubeles se. Igaz, Szonya? Igaz? Még hogy máshol jár. Gondolja meg, Katyerina Ivanovna, 30 rubel, sok pénz. Dárja Francovna teszi mindjárt markába. Nem jó ez a lány semmire. Nem vagy jó semmire, igaz, Szonya? Én nem beszélek rá. De ha elveszti virága, vagy elrabolják tőle, nincs többé. 30 rubel. Ez igaz. Hallod? Yeah.
És a
ahol te fejlődhet. Felőlem oda vetheti a magját, ahova akarja. Mert nem itt a liak közül. Nem ért semmit, Katerina Ivanovna, semmit, de semmit. Szofia Szemilovna áruba bocsátja a testét. Rendben van, ez az ő lázadása. Én büszke vagyok rá, a fejlődés nem állhat meg. Talán a feleség akarja venni? Nem! Én a szabad házasság hívő vagyok. Ezért is akarom megalapítani a Neskász utcai kormány. Nem akarja megérteni. Én nem önmagáért támogatom a prostitúciót. A kommunában ilyen nincs is. A kommunákat azért létesítik, hogy ilyen szeretek egyáltalán ne legyenek többé. Ott lényegileg, más jelentőséget kap ez a szeretet. Ami most oktalanság, az a bölcsesség lesz. Ami jelen körülményeink között nem természetes, az ott a lehető legtermészetesebbé válik. Minden attól függ, hogy milyen körülmények között, milyen környezetben él valaki. Ahogy Csernyesevszki mondja, minden a környezet, az ember maga semmi. És hát ebben a környezetben szükségszerű volt, hogy Szofia Szemilovna prostituáltá válik. Fogjunk már össze! Legalább a gyerekeimre legyen tekintettel, amelyek tisztes úri család becsületére nincs. Olyan hallgatlan zsenőket énekelnek itt a franciául, csak is franciául! A tisztes úri családban kapcsolatban lenne egy megjegyzésem a családvezetőre vonatkozólag, ami pedig Szofia Szemilovna utcai tevékenységet ide beszállítja. Menj innen, a végezzük! Ami pedig a testi erőszakot itt... Ereszel a szakállam? Honnan engedjen el? Vegyek tudomásul, hogy maga egyáltalán nem helyesen értelmezze a nőkérdést. Én már sokszor gondoltam, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a nő mindenben egyedül a férfiban, mint erődolgában is, ma már egyesek ezt állítják, akkor a merekedésben is egyedül sinegyelem! Magam is tudom természetesen, hogy ezt a kérdést fel sem lehetne vetni, mivel merekedésnek nem is szabad menni, és a jövő társadalmában nem is lesznek ilyen merekedések. De már még vannak! Hozzám, ugyan! Az önvédelem lesz mindenkinek joga van. Én nem tűnöm el senkitől, hogy erőszakoskodik velem. Én elföl nem tűnöm, hiszen az már zsarnokság volna. És a zsarnokság minden formája ellen lázadni kell! Emberke, Marke! Vajon emberi a mű, vagy nem ember? Ezt a kérdést tettem ez a könyv. Nagyon elgondolkodható kérdés. Na légy balszik, és nem tesznek kérdéseket. És nem ismerik fel a saját tücsögleteit. És csak szemben szegény, mert nem fejlett! Nem fejlett, mert szegény! És a kígyó a saját farkába választ! Én semmi! Ki az, kérem! Én nálam senki nem berek sírt! Az enyém a szimamori ház! Én nálam mindenki szimamori oda viselkedik! Ez nem delikata mani, kérem! Itt senki nem kiabál! Most meg hova legy? Jöjjön vissza! Sírj! Én aki volt! Kár! Kár! Inkább fizetne lakbért, mint rendes lakó! Tisztelt Amália Ivanovna, radikális fordulat nélkül nem lehet a világot megváltani! Maga csak patnolja forradalom. De nem nála! Én csak furi elméletét magyaráztam Szofia Szemilovnának! Nem hagyjuk fog neki! Miért nem megy a laboratóriumába és boncolja azokat a szegény békákat? Miért a mizonyákat kírozza? Miféle békákat? Én a patkányokat gondozom! Az becsületes, tisztességes munka, és társadalmilag igen hasznos. Igaz, hogy most még a forradalom kirobbantás helyett ebben a tevékenységben vagyok kénytelen bizonyítani rá a termettségemet és a tekrekészségemet, de legalább nem az utcán kiállapot! Almasi, kiabál! Itt csak én kiabál! És ha én akarja, kidobja egész kampánia. Elődözi tisztességes a lakó. Ki hívja rendőrség? Az majd rendet csinálja! Ez lehetetlen! Ez Amália Ivanovna a Lippe Vexel lakása? Ön az Götterfürst. Kerüljön be! Engedjék meg, hogy bemutasson egy nagyon-nagyon régi kedves barátom. Én vagyok háziasszony. Nagyon örülök, hogy házon vagy ötvözöl. Piotr Petrovics Józsi engedelmével. Már hallottam érkezésre felől. Szívesen lát egy csizetéget. Finom úri ember mindig. És társaságban nálam nem zsenírod. Levezjárt, Gyukov úr, maga is jön. Mutassa utat a szalomba. Bocsánat, ha megengedem.
Piotr Petrovics! Jól utazott? Nem akarja hangosan hallani. Gyereksírás, sikoltozás. Ne sem mutatkozott. Nekem ne sem mutatkozott. Szök nem mondtad is. Szaszkát akarja neki kompenzálni. Hát mit képzel? Én nem akarja egy házban állítani. Elkotatni még ma. De hiszen éppen magam ott az és nem sírítani. Mert így a rendőrség elvisz mind oda, ahova való. Nekem be sem mutatkozott. Mert ez a papagáj nem hagyta. Ez a felpuhalkodott strucmadár. Mert akkor kiderült volna, hogy az én apám ezredes volt, majdnem kormányzó, őt mindenki ismerte. Hát te hova mész? Elmegyek. Gyere vissza! Majd holnap. A hátsó lépcsőn gyere. Alkony az után. Hangosabban nem hallom. Arról a részlegesről se feledkezzetek meg. Bocsáss meg a mi második apáskának és állj meg. Még egyszer bűnösséget az atyának. Engedjenek, hogy bemutatkozzon. Marmeladó. Címzetes tanács. Szintén állami szolgálat. Nem, még tanulok. Vagyis... Mondja! Aludt már a Néva szénaszállítóság? Nem. Eddig még nem. Akkor nem is tudja, mi a szegénynek lenni. Én onnan jövök 5. éjszaka nem láttam az ott. Megtörtént már önne, hogy pénzt kért kölcsön valakitől, teljessége reménytelen. Igen. Vagyis, hogy reménytelen? Amikor teljes bizonyossággal tudta, hogy az illető nem fog adni. Mert kérdem, miért adna, ha tudja, hogy úgy sem kapja vissza? Akkor miért legyek el hozzá? Mert már nincs kihez. Nincs hova menni. Mikor az egyetlen lány kiváltotta az ipart, én is elmentem. Kell, hogy minden embernek legalább egy menedéke legyen. A lányom hivatásos. Érti?
nem vagyok disznó. 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 Ott. De a feleségem nem olyan, mint én. Egy nemeseleti művelt hölgy, tele emelkedett, fenkölt érzelmekkel. Mindemellett rettenetesen igazságtalan. Ha csak egyszer megszámol, ha csak egyetlen egyszer... De én baromnak születtem! Még a harisnyáját is elittem. Nem a cipőjét, az még rendje van valahol. A harisnyáját! Három kicsi gyereke volt, mikor elvettem. Azóta a reggel testig dolgozik, súrol, mos, meg gyereket mosda, pedig gyenge a mellett, én már vért kép. És ez nekem nagyon fáj. Megérti, mit jelent? Megérti, mit jelent az? De nincs már hová menni. Nem, nem. Nem! Ezt még nem érted. Én egy álló évig becsülettel dolgoztam. Ehhez nem is nyújtam. Aztán elvesztettem az állásom. Nem a maga hibája volna. Létszám se kent is. Csak a mauza nyújtam. Igen, a lányom hivatásos. Hivatásos. Mert feljelentették puszta rossz indulatból, és kénytelen volt az ipart kiváltani. És emiatt a hátria szerint kidobta, mert félte jól írni oda. Pedig. Én akkor másodperc a fölkeltem, felöltöztem a rongyaimba. És elmentem. Iván Afanaszjevics. Akkor egy szentet nem ismer, mint a viasz, jött a maradom, mint az olvadó viasz, Isten szín előtt. Na, Marmelán, de azt mondja, én egyszer csalódtam benne, de nem van, visszafogalnak a magam felelősségét. Így mondta. Megcsókoltam a lába porát is. Persze csak gondolatom, valóságban nem engedtem volna. És az erre mondhatom, olyan hivatalmű fizetést kapok. Mert is akkor Magyarországba kerültem, azelőtt hallottam, elvettem, mint a disznó. Csak szidást hallottam, most meg. Á, bőde járnak, csak a gyerekeket. Teljes szolgálati egyenlőt keríteni, sehogy sem fél a fejembe, de minden, csizma, karikóink, elsőrangi minőség, minden kifogástalan, és ezt hallgassa meg, amikor 6 nappal ezelőtt az első fizetés alatt 23 rubles 40 kopekát hiánytalanul hazavittem a feleségem. Arany bogarának nevezett. Mi van rajtam szeretni való? Hát mi sem a férj vagyok én. Még látszom, hogy megcsinálok. Hú, te arany bogar. Arany bogar. Elhagytam a feleségemtől a ládát. Kivettem, ami még megvolt a fizetésemből. Hogy mennyi nem is tud. És tessék, nézze rám! Végén.
ha én a szabad végén. Szolgálati mondér ott maradt az egyiptomi hídnálatos való. Ezt a mocskorazották helyet. Mindennek vége! Ezen a földön nem csapott, odafönt tudnak így szállni, sietni egy ember szemrehányás nélkül. Szemrehányás nélkül. Ez jobban fájt, mint a szidalmazó. 30 kopelyt állt. Pedig hát neki is kell most vigyázni, aki hogy mindig tisztán járjon. Nagy tisztaság sokkal van, mert rúzs is kell, amit nem lehet. És látja, én a tulajdon édesapja. Előveszem a 30 kopelykát, és elisz. Nem tudom, sajnál meg. Sajnál vagy nem? Napig a színét sem láttok. A ruháját hol?
hova tette maga madárvesztő? Hol a ruha? Hol van a pénz? Csak nem itt az egész. 12 rubel volt még a ládában. Hol van a pénz? Magától akár elhitt, akkor lettünk volna. Elhitt a mind, elhitt a mind. A ruha se az rajta. Hova tette az egyen ruháját? Nekem érveze. Valami sél a hajamat igazából. Jobb is a megképált. Ezek nem is tudom lenni. Ezek meg éhesek. Éhesek. Ó, látkozom. Csak Krisztián, a láttam egy könnyét vele. Jó barátom, ez nem fáj. Ez érveze. Jó leszik mindjárt, nem? Maga. Nem színeli maga? Maga csak kocsmából jött. Vele jutott. Együtt ittak. Tűnjön el a szemem elő. A férje kértenek, hogy hozzam haza. Dobta volna inkább a csatornába, mert oda való. Hol mondja az egész farülje oda való. Lakni hűd alatt, ott más vágott, ott kiváltál. Maga meg mit nevet ott az ajtó mögött, lebezjátékó úr? Röhög a más szerencsétlenségét? Hagyja legyen békén. Mennyi híd alá megbontam, de előtte. Fizetni házért 24 rubelt ad, hát te ezt adjuk ki nem semmit. Az édesanyja már akkor feladta a levelet, amikor én még ott tartózkodtam, nem? Megkaptam! Szóval maga az. Maga a húgom vőlegény. Igen. Én vagyok a vőlegény. Leülhetek? A találáért. Én igazán sajnálom, hogy ilyen állapotban találom. Ha tudom, hogy beteg, előbb felkeresem. De hát az ügyvédi teendőim. Egy igen bonyolult ügyben kellett eljárnom a legfelsőbb bíróságon. Az édesanyja és a húga talán már ma este megérkeznek. Már béreltem is számukra szobát. Hol? Itt nem messze, a Bakalejev házban. Undorító egy hely. Piszkos, büdös, meg elég kétes sírű is. De olcsó, az biztos. Jó, hát én ezt nem tudtam.
Különben én is bérelt szobában lakom, itt Péter várott. Egy kedves barátom, Andrej Szemjonovics Lemez Jatnyikov úr lakrészében, ő ajánlotta nekem a Bakalejev házat. Lemez Jatnyikov? Talán ismeri? Nem. Azt hittem, azért kérdi. Különben nagyon rokonszerves fickó. Halad a korral. Én mindig örülök, hogyha magunk fajta progresszív fiatal emberekkel érintkezhetem. A mi nemzetikünkben több a kritika, az életre valóság. És egyre több a gazember is. Ebben nem értünk egyet. Persze, valami egészségtelen. De hála az új eszméknek, visszavonhatatlanul elszakadtunk a múlttól, és szerintem ez önmagában sokat jelent. Micsoda közhely? Nem, ez nem közhely. Eddig arra tanítottak bennünket, hogy szeresd fel a barátodat. És a szeretem mi következett ebből? Széthasítottam a köntösömet, megosztottam a fele barátommal, és így mind a kettőn félmeztelenen maradtunk. Ma viszont a tudomány azt hirdeti, hogy szeretjük mindenek előtt önmagadat. Mert a világon mindennek alapja a magánének. És ha magadat szereted, az ügyeidet úgy intézed, ahogy kell. A köntösöd épp marad. A gazdaságtudomány még hozzáteszi, hogy mennyire több a jól intézett magánügy az épp köntös a társadalomban, annál szilárdabb a társadalom alapja. És hagyja abba, mert felfordul a gyomrom. Tudja, az utóbbi időben annyi ilyen épp köntösbe öltözött szerencselovaggal találkoztam. Akik akármihez nyúltak, úgy összesároztak mindent a maguk önző érdekeivel, hogy most már csupa mocsok az egész! De csak nem azt akarja tudtom radni, hogy voltak éppen engem is egy ilyen... Hogy is tehetnék ilyet? Hiszen nem is ismerem. Én a bűnözés elterjedését sokkal ragasztó társadalmi kérdésnek tartom. Gondoljunk csak erre a minapi esetre. Az öreg zálogosnő meg a húga valami Lizaveta meggyilkolására. Hallott róla? Hogyne, ott történt a szomszédunkban. Tudja a részleteket is? Nem. Tudja, engem nem a részletek érdekelnek, hanem az egész kérdés foglalkoztat. Engem az döbbent meg a leginkább, hogy a legfelsőbb körökben is terjed a bűnözés. Előkelő köztiszteletben álló emberek bankot hamisítanak. Moszkvában egy egész bandát lepleztek le, akik a legutóbbi nyereménykölcsön kötvényeit hamisították, és a főbűnösök között volt egy világtörténelem tanár is. Szerintem azt az öreg asszonyt is az egyik zálog tulajdonos gyilkolta meg a minnap, és nyilván az is az úri osztályból való, tekintve, hogy a köznép nem szokott aranytárgyakat zálogba adni. Tudja, mit felelt a maga világtörténelem tanára ott, Moszkvában, arra kérdésre, hogy miért hamisított kötvényeket? Ki így gazdagszik meg, ki úgy? Én is szerettem volna minél hamarabb meggazdagodni. Jó, persze, ha lehet az erkölcs, uram, elvégre van a törvény. Mit háborog? Hiszen az elmélete szerint így van rendjén. Az elméletem szerint? Gondolja csak végig következetesen, amit az előbb prédikált, és kiderül, hogy minden szabad. Talán még embertől is. Már meg, hogy sem mindenek van határa. A gazdasági elv, még nem gyilkolásra való biztatás, ez még csak feltételez. Mi az, hogy azt mondta a húgomnak? Mindjárt, amikor beleegyezett a házasságba, hogy örül a szegénységének. Mert legjobb szegény lehet feleségül venni, aki felett aztán uralkodhat az ember, és bármikor a szemébe vághatja, hogy kiemelte a nyomorból. De uram, a mindennek van határa. Figyelmeztetnem kell, hogy a hírek, amelyek a fülébe jutottak, illetve amelyeket a fülébe juttattak, a valóságnak még az árnyékát is nélkülözik. Én tudom is, hogy ki volt az. Szóval a kedves mama volt az, nyilván a... Tudja mit? Most, uram, most! Csak még egyszer egyetlen egy szóval is említeni, mert az anyámat, hát legurítom a lépcsőn. Akkor én is mondok valamit.
Régóta érzem, amióta beléptem ide, hogy ellenséges velem, de szánszándékkal itt maradtam, mert meg akartam bizonyosodni róla. Nézze, én sok mindent megbocsátok egy beteg embernek és rokonnak, de önt, uram, soha nem vagyok beteg! Annál rosszabb! Ebből a házasságból semmi nem lesz. Ez rosszabb, mint a kiállna az utca sarokra. Maga félrebeszél. Menjen a pokolba! Meg a rendőrkapitány is börtönbe zárt. Nem, a kapitány is jelezett. Én meg a főkapitány. Nem, te Lizolyát leszel, Léna lesz az örökasszony, én meg jövök a baltával, és fejbevágok mind a kettőtöket. Én meg kimászom a síkból, és éjjel ijesztetni foglak. Én meg elakadom a kopózot, és nem fogsz tudni kimászni. De én olyan hangosan fogok kiabálni, hogy felébredsz éjjel, és bepisírsz. Nem igaz, te fogsz bepisírni, és felést is kapsz. Én akarok lenni a rendőr. Nem, te csak öreg asszony lesz, mert kicsi vagy. Tudod mi? Én vagyok Izabetta, te meg a zsákvagyáltam. Visznek a piacra, és sem adnak. Igen, én meg jövök a baltával, követlek, és egy nap később belevárok a zsákodba. De én elfutok. Én meg levágom a fejed, és elveszem a pénzed. Én akarok lenni a rendőr. Igaz, legyél Izabetta, akkor én Szonya leszek. És nagyon sírok, és elmondhatnám próbálnak. Jó? Igen, én magam Isten leszek, és megeszem a szentelkényedet. De kutavad, azt a pópa eszem. Gondja, én fizetem. Hát, most már megy!
Víz nincs! Víz! Hamar hoz valami kezdet a törölköző! Akár! Összenaposták a lovat! Remélem, biztos, hogy értem! Olyan? Szalad eszül el kosszorúk, ha nincs otthon, mondd, hogy az apját elgázolták a lovak, amit hazaír, jöjjön ide, siess! Itt a kendő, gerítsd a vállatra! Menjek ki! Meghagy is adják az ember békében, ez nem látványosság! Cigarettáznak, hogy jó, de kolakoljon neki, mert ha kifele elvonul, ott esett a színei. Az uram, nekünk elég volt. Hova kell gázolni? Kórházba kell vinni. Meghalt valami, akkor ezt lehetsz meg. Ez akkor sem való! Én vagyok itt házlasszony! Meghalni sem való. Amália Ludvigotnak gondolja meg, miket beszél. Nem erről. Amália Ludvigotnak nevezni engem meg. Én Amál Iván! Maga nem Amál Iván, maga Amália Ludvigovnak. Én nem tartozom a maga tartnyalói közé, mint levezjátékok úr. Én Amália Ludvigovnának fogom nevezni ezet, és akár tetszik magának, akár nem. Nem látja, hogy mi történt? A halálamban nagyon szépen kérem, hogy csukják be az ajtót, és tűnjenek el. Isten az ilyet! Részeknek csinálja magát készakadva másik kocsi alá, hogy jól járja! Ártatlan kocsis meg fizessen neki! Bizonyos lehet, hogy viselkedésről már holnap tudomást szerez maga a főkormányzó. Ezt nagyon jól ismert engem kislány koromban, hiszen Amália úr. Az egész melyekbe van zúzva! Akarsz valamit mondani? Küldjek papírt! Levezjátékú úr, könyörgöm, jöjjön, nézze meg! Én? Mégiscsak orvosnak tanult, segítsen neki! És a két évet végeztem. Még a lapa még idején az orvos! De nem vállalom a felelősséget! Előtt kell rajta várni! Úszok! Keret? Azt a kizárt, hogy el fogok álljulni! És eljövök még. Okvetlenül. Hamarosan eljövök. Csak nem maga az. Hogy összevérezte magát? Igen, csupa vér vagyok. Olyan! Szaladj után. Kérdezz meg a nevét és a címét is. Thank you.
Hát igen, hol a kis... Megmondtad a címát. Nem emlékszik? De igen, nem hiszem. Üljönök ilyen. Nem oda, nem oda, ide üljön. Menjesz. Szereti az utcai éneket? Én szeretem. Szeretem, amikor sötét, hideg őszi estén kint olvasó mellett énekelnek. Igen. Elsősorban nyírkos estéken, amikor mindenkinek olyan betegesen zöld az arca. Vagy még jobb, ha havas eső esik. Egyenesen hull a szél csendben is. És a gázlámpák fény átszűrődik rajta. De nem szokatlan kérdezni. Simán elintéződött maguknál minden, nem alkalmatlan, hogy senki. Például a rendőrség. Nem. Simán lehet minden. A haláloka, mindenki tudja, mi volt az oka. Nem is zavartak benneket. Csak a lakókra viszik. Miért? Hogy olyan sokáig ott van a holttest. Ebben a mellettben. Szaga van. De este kiviszik a temetőbe, és holnapig a kápolnában lesz. Katerina Ivanovna először nem akarta, de aztán belátta, hogy nem lehet másképp. Kérjön, hogy jöjjön el holnap a templomba, és utána hozza a tórra. Tor is lesz. Csak egy kis ugyanúgy. Palacsintelen vodka. Arra kért, hogy... hogy köszönjem meg az ő nevében. Anélkül el sem tudnám temetni. De hogy telik abból a csekély összegből mindenre? A koporsó nagyon egyszerű lesz. Minden nagyon egyszerű, kiszámoltuk. Marad még annyi, hogy torra is jut. Katerina Ivanovna nagyon akarja. És nem is lehet, ha ez neki igaztalás. Ő már csak ilyen. Megértem. Természetesen nagyon megértem. Mi az, miért nézegeti annyira a szobámat? Mindenki mondja olyan, mint egy koporsó. Minden pénzét nekünk adta. Isten nyugosztalja a halottakat és éltesse az élőket. Nem itt van? Ugye, hogy így van? Akkor szólhatok, ha te jönnöm, nem? Igen. Várj, hogy szokja szemben. Menjek én is. De még ma felkeresem. Csak mondja meg a címét. Szeretnék még beszélni.
Oda akar jönni? Hozzám? Az nem lehet. Magához. Indulhatunk? Merre? Vesd az állja az ajtót! Soha. Egyébként két év óta mindig készülök megvenni a lakot. Boldogok, akiknek nincs mit elzárniuk, nem igaz? Képzelje, azóta már a harmadik szabad házasságában él. Vagy a negyedikben. Mindegy. Na ezt nevezem én haladásnak. Én nem értem, mit akartam. Én nihilista vagyok. De... azért... most szeretem a szépet. Mondjuk, akár ma rád nézne, és tegyük fel, azt mondaná, téged akarra, én hallatlanul szerencsésnek érezem magam. A szállásodójának hét gyereke van? Igen. És mindenki dolog? Nem. Csak Kapernaumov úr. De ő Sánta is. A felesége az nem vagyok. Csak mintha mindig csuklana. A gyerekek sem dadognak. Csak a legidősebb. A többi beteges. De nem vagyok. Ha majd messzebbre jutottál, meggyőződésében és hallatásban, alapítsuk meg mi is a külön komolyákat. Nem akarom sürgetni. Türelmesen várom kis elmélet. Ez az igazság. Thank you.
Ki az? Én vagyok. Mondtam, hogy eljön. Látja, maga se zárja az ajtaját. Van már 11 óra? Most ütött el. Miért? Valami mondani valóban van, azért jöttem. Miért áll? Miért nem ül le? Az édesapja mindent elmondott, magáról is, mindent. Láttam ma. Tisztán láttam. Ki? Az apám. Mentem az utcán, és a sarkon 10 óra tájban egyszer csak látom, ott megy előtte. Megesküdtem volna, hogy ő az. Sétálni volt? Igen. Igaz, hogy a mostoha anyja lehetne magát? Jaj, nem. Hogy mondtad ilyet, de hogy is? Maga nem ismerisz, olyan, mint egy gyerek. Meg szerencsétlen, meg beteg is, még hogy lehet. És ha vert, elvesztem. Maga semmit, te semmit. És most mi lesz? A nyakába szakad az egész család. Eddig is így volt, tudom, az apja magától kért még vodkára. Nem tudom, mi lesz. Katyarina Ivanovna lassan teljesen megháborodik. Most önben bízik. Azt mondja, ön az egyetlen támasza. Én? Máskor meg pénzt akar kölcsönkérni, hogy visszautazhasson szülővárosába, és iskolát nyisson előkelő kisasszonyok számára. Ábrándozik, és el is hiszi. Hamarosan meghal. Különben jobb is lesz, aki a meghal. Nem. Nem lesz jó. És mi lesz a gyerek? Magához veszi őket? Nem tudom. Nekem talán oda se adják őket. Nem, persze, hogy nem. De majd támogatja őket. Tett félre pénzt? Nem. Próbálta? Próbálta. Persze, gondoltam. Nem jut minden nap pénzhez. Nem. És mi lesz, ha megbetegszik és kórházba kerül? Miket lesz? Hol egy kell, előbb-utóbb ugyanerre a sorsa jut? Nem. Az nem lehet. Isten nem engedheti. Isten sok mindent megenged. Nem. Őt megvédi. Ahogy magát. És ha nincs Isten, ha nem létezik. De van. De van, és mindent megtesz értünk. Nem csak Katyarina Ivanovnának, magának is kezd elmenni az esze. Egyszer majd a csatornából fogják ki. Már gondoltam rá. És? Mi lenne velük nélkül? Az vagy. És tudod, mi a legnagyobb bűnöd? Hogy teljesen feleslegesen áldoztad fel magad. Oda dobtad magad, pedig ezzel senkit nem segítesz, és senkit nem mentesz meg semmitől. Én nem is előtte felültem meg, hanem az emberi szenvedés előtt. Értem. Lesz volna. Kaptam. Kitől? Lizaveta hozta, én kértem. Lizaveta? Tudja, akit megöltek. Baltával. Talán is meg?
Te barátkoztál a Lizoltával? Igen. Néha eljött hozzám. Nem volt szabad, de eljött. Együtt dolgozgattunk, meg beszéltek. Keresd meg nekem a Lázár feltámadást. A negyedik evangéliumban van. Olvastál ki. Maga nem olvastam? De igen. Még gyerekkoromban. Templomban sem hallottam? Én nem járok. Te igen? Nem. Mégis a múlt héten voltam. Lizabeth elbúcsúztam. Olvasd már! Minek az magának, úgysem? Lizabetának is olvastál, olvas nekem is! Valapedig. Valapedig egy beteg Lázár. Betániában. Nem kell! Hagyd abba! Azért jöttem, hogy elmondjak neked valamit. Ma szakítottam a családommal. Nem megyek el hozzájuk soha többet. Tehát miért? Szükségem van rád. Azért jöttem hozzá. Később majd megérted. Te ugyanazt tetted, amit én. És magadra fogsz maradni, és megtévolyodsz, mint én. Bár most is félőrült vagy. Együtt kell mennünk. Lehet, hogy utoljára találkozunk. Ha nem jövök el holnap, úgyis megtudsz mindent. És akkor gondolj majd arra, amit most mondtam. De ha eljövök, akkor megmondom, ki ölte meg Lizabetát. Isten áldjon. Maga tudja, ki ölte meg. Tudom. És meg is mondom, neked. Csak neked. Már régen kiválasztottak. Már amikor apád beszélt rólad, mert akkor elhatároztam, hogy te leszel az. Isten áldjon. Menj most kezdet. Holnap. Magát is meghívták. Engem? Hiszen alig ismerem őket. Mindenkit. Az összes lakót. Ki hitte volna, hogy ez a bolond asszony erre költi azt a pénzt, amit attól a másik bolondtól kapott? Raskolnikov is itt lesz? Nem tudom. Bizonyára. Én nem megyek át. Én sem. Én ezzel tiltakozom az ilyen ostoba régi szokások ellen. Még szép, hogy nem megy át azok után, hogy ön csúnyán megvert ezt a szerencsétlen beteg asszony. Ez rábaló! 10 körben esett neked! Majdnem kitépte a szakállamat! Én csak védekeztem! Nem így meséljük. Hazudnak!
Nem azért nem megyek el. Én ebből nem megyek el. Maga meg csak fel akar bosszantani, mert felbosszantották. Rajta már bosszult, mert kútba esett a házassági terve. Ha! Erről van szó. Maga ismeri azt a lányt, a megboldogult lányát, azt a kis... Igaz, amit beszélnek róla? Ez is csak előítélet. De erről én már kifejtettem a véleményemet. Ő egy igazi lázadó. Egy csodálatosan bátor teremtés és nagyon jó természetű. És maga szívesen kihasználná azt az áldott jó természetét, ha lenne rá pénz. Ez nem igaz, maga is csak a petykákra hallgat. Épp ellenkezőleg a kommunába hívtam. Nos, hogyha ennyire közeli ismeretségben vannak. Megtenni, hogy ide hívj egy pillanatra. Talán hazajöttek már a temetőből. Mit akartunk? És kérem, maradjon itt, amíg beszélgetünk. Jobb lesz. Különben még ki tudja, mit gondolna. Én soha semmit nem gondolok. Éppen csak megkérdeztem. Rögtön szólok. Nem fogok alkalmatlankodni. Legyen nyugodt. Szerintem persze túlzott az aggodalma, de mind a mellett jogos. Itt maradok. Nos, nem zavarok. Hát először is megkérem Szofia Szemjonovna, hogy mentsen ki a kedves mostoha anyjánál. De sajnos nem jelenhetett meg az ebédem, bár volt szíves meghívni. Igen, ha megmondom most mindent. Nem végeztem. Látszik, hogy nem ismer engem, ha azt feltételezi rólam, hogy egy ilyen csekési miatt személyesen ide fárasztok egy olyas valakit, mint ő. Igen, uram, nem ismer. Tegnap véletlenül alkalmam volt pár szót váltani szegény Katyerina Ivanovnával, és hát ebből a pár szóból is láttam, hogy az állapota mennyire nem kielégítő. Igen, uram, nem kielégítő. Vagy egyszerűbben is érthetőben szólva, beteg. Igen, egyszerűbben. Beteg. Szabadna megkérdeznem, hogy mit tetszett neki mondani? Hogy esetleg nyugdíjt kaphat, mert ő tegnap azt mondta, hogy ön elintézi. Én csak annyit mondtam neki, hogy mint szolgálatban elhunyt hivatalnok özvegye. Egy évi fizetést egyszeri segélyként talán kaphatna, ha holnap protekciója.
De mi tudomásunkra jutott az ön édesapja az utóbbi időben egyáltalán nem is volt szolgálatban. Így jogos követelésről tehát szó sem lehet. Ő meg elmű díjra számít? Hát igazán merész hölgy. Igen, uram, nyugdíjra számít, mert jó lelkű és hiszékeny. És az esze valahogy... Kérem, bocsásson meg. Még nem hallgatott végig. Igen, uram, még nem hallgattam végig. Szíves légyük lenni. Szóval látom, milyen nehéz a helyzet, és szeretnék tehetségemhez mérten segíteni. Lehetséges talán valami gyűjtést rendezni a gyerekek javára, vagy valami FVD-t, amit ilyen esetben szoktak. Én ezt akartam megbeszélni. Igen, uram, az jó lenne. De van valami, amit jó előre meg kell gondolni. Szerintem kinyílik a pénzt. Nem gondolszabad Katyerina Ivanovna kezébe adni. Gondoljunk csak erre a gyászlakomára. Nincs egy darab száraz kenyere holnapra és essék. Jamaikai rumot és maderát ad az asztalra, meg kávét. Tehát láttam az előbb a konyhában. Van ennek értelme, kérem? Madeira nem lesz. Én nem is tudom, mi az. Szóval arra gondoltam, hogy a gyűjtést úgy kellene csinálni, hogy Katyerina Ivanovna ne tudjon a pénzről, hanem mondjuk csak ön tudjon róla. Helyes, amikor? Nem tudom, de máskor nem ilyen, csak ma. Ez csak egyszer van. És nagyon akarta ezt a tört. Hát jól gondolja meg, kérem. Most pedig. Kérem, fogadja ezt a csekélyke összeget a rokonai javára. Ja, és én nagyon szeretném, ha a nevemet nem említ. Nevében is nagyon-nagyon, és ígérem, hogy tőlem senki nem tudja megtudni. Jöjjön, kisfiám. Biztosan nagyon várják már oda. Az Isten, nagyon várják. Kérem, nem hozom zavarba. Viszontlátásra. Mindent láttam, és mindent hallottam. Ez nemes cselekedet volt. Vagyis humánus. Bár én ebből nem helyeztem az egyéni jótékonykodást, mert azzal nem csak, hogy nem írtjuk ki gyökeresen a rosszat, de még gyarapítjuk is. Mégis örültem annak, amit láttam. Igen, ezt már szeretem. Ne. Egy ember, akit úgy megbántottak, úgy megaláztak, mint ön tegnap, és mégis képes mások szerencsétlenségére gondolni, nem is vártam volna ezt öntől. Pedig, hogy felizgatta a tegnapi kudarca. Milyen csúnyán felsült. Kidobták, szinte eltergették, és ma... Higgyel, én örülök. Igen, örülök, hogy kidobták, mert most így szabad, és még nem veszette teljesen az emberiség számára. Sajnos most el kell rohannom. De csak beadom a pozitivista módszer általános eredményeit a hentesnek, aztán folytatjuk. Addig is... Nagyon büszke vagyok magára. Nagyon büszke! Thank you.
Igen, mi jön lesz? Katyarina Ivanovna mindjárt itt lesz. Nagyon kifárasztott a temetés. Mi előre szaladtunk kollégával, hogy segítsünk tenni. Már menni is alig így. És itt sokan érkezik. Olyan, a bokár tedd az asztalra, a többivel várhatunk, hogy megjönnek a vendégek. Alacsinta is ész. A konyhába begyújtottuk a szanomát. Akarja addig vodka, vagy jó? Talán majd később. Olyan szalad az útvarra, töröld meg Éla órát, és figyelsz, hogy az öcsét ne ugyálsz a képzelő pályán. Igen. Aztán, ha megéheztek, hozd fel őket, addig hadd játszanak. Igen. Kevesen voltak a temetésen. Talán meg temet az eső. Az új lakók, az összvédasszonynak, az a lánya mondta, hogy na, nem tudnak jönni halottitól. Az a rátarti asszony meg a túlélet lánya? Csak udvariassággal hívtam meg őket, ha ezzel találkozók elfordítják a fejüket, nem is kell, hogy itt legyenek. Meg panaszkodja is magára, meg a megboldogultra, hogy sokat kiabál, énekel. Az én apám kormányzó volt, megmondta neki? Miért nem jöttek el? Az ilyeneket apám házába, a konyhába se lesztették. És kitüntetésnek lehették volna megboldogult férjem végtelen jóságába fogadni hallanak őket. Mennyire nőznek is segíteni. Na, üljünk le, mire várunk? Szonyácska, kérlek szólj le, beszéltek a bóléten. Biztos nem hallották, hogy megjöttünk. Tisztelt Katyarina Ivanovna. Nagyon sajnálom, hogy nem vettem részt a gyászszertartáson. Maga idejük. Mellé. Szonyecska a teher raszkóikon művelnek lesz. Jött Petrovics hivatott az imént. És részvétét nyilvánította. És azt üzeni, hogy együtt érez az egész családdal. És arra kért, hogy mentsen ki, mert előre nem látott. De tisztelteti, és bocsánatot kér, és amint módjában lesz, okvetlenül eljön, és akkor még kettesben kigondolhatják, hogy mit lehet tenni. Ilyen egy igazi új ember. És jó egészségnek örvend Piotr Petrovics? Igen. Azt hiszem, igen. Ő egy köztiszteletben álló kiváló személyiség, nagyon ragaszkodik a családhoz. Igen jó barátja volt még, megboldogult apámnak. Luzsinu? Nem is tudta? Magának erről fogalma sem lehet, hiszen Amália Ludvigovna. És nem ezért, Tikogúr? Nem. De ő... De azt a éppenséggel fogott, úgyis csak Luzsinu kedvét hittam meg, mert nála lakott. Így van valami, Luzsinu Románovics. Innen hozzák a palacsintát. Szonyácska, kérlek szólj Polyának, hogy hozzá fel a gyerekeket, nem várjuk tovább. Nagyon hálás vagyok, hogy nem vettük az asztalokat. Tudom, hogy csak szegény férje miért nézett meleg barátságának köszönhet. A megboldogultnak. Az itóka. Hogy szerette, de hogy? Igen, a szegény uramnak te volt ez a gyengéje, mindenki tudja. Képzelje. Egy méziskolács kiskakos találtunk a mellén zsebében. Leissza magát a sárga földig, de a gyerekekről nem felekkezik. Kiskaskas, mondta? Kiskaskas. Maga is azt hiszi, hogy nagyon szigorúan bántunk vele? Nem, egyáltalán. Azám, még az üstökét is megcibálta, de hányszor. Van olyan bolond, akinek a hajcibálás sem elég. Még seprűvel is el kell döngetni, és ez nem a megboldogultnak szól. Szabadna tudnom, kinek a címére szól. Kicsit nem akarom feljönni, olyan boldogan játszanak. Majd teszünk neki félre a palacsintát.
ez a kakukk madár az oka mindennek. Tudja, kiről beszélek, ugye? Nézd le, hogy mereszti a szemét. Hol az a babol? És mit akar azzal a főkötővel? Még hogy gyászol, örül a parádészet az új ruhájába. Az ember megkérdezi, hívja meg a valamire való lapunkat. Elsősorban a megboldogult ismerősét is nézze. Hát nincs itt senki. Most meg csak Ürgit is tárgya a száját. Hát nem olyan kitek, babaj! Kire megyenek valósunkhoz? Romeo Romanus. Mindjárt tesszük a tárgyat. Szonyeska! Szonyeska, kérlek, törzs engem is egy pohár vodkát. Majszom én is! Szegény Johanna Patrikusa Vina? Ő is csúnyán beitt a kocsmába. Úgy, mint a maga példa. Aztán fogott kocsi, hogy vigye haza. Nem is látta, merre mennek a lovak. Egyszer csak kocsis fogja picska, teszi nyaká, és akarja meggyilkolni. Szegény Johanna összetette keze és kér, hogy ne ölj el! Sík! Nem félelem, átszegezte szíve! Maga is jobban tenni Amália Ludvigovna, ha ma nem mesélne ilyen történeteket. Különösen nem oroszul, csak kinevette ki magát. Rodion Romanovics tanult ember, nem sokára elfoglalja a katedráját az egyetemen. Hallott, hogy mit mondott? Még hogy átszegezte szíve! Maga csak ne nevesse! Mondja Rodion Romanovics! Magának még nem tűnt fel, hogy ez a sok idegen, kivált ez a sok német, aki itt szaladt el Pétervárot. Isten tudja, honnan jöttek, mind milyen neveletlen és bárdalatlan. Mikor Pater, Polgármeister aus Berlin, nagyon nagy úr volt, járja kézzel a zsebembe. Mások zsebébe kukorászott, ezt jól mondja. Kézzel a zsebekbe járja, nagyon nagy úr ott is mondta, hogy de hiszen magának nem is volt apja, ezért nincs apai neve se, de ha volt, megfejt egy teljesen. Én Amal Iván, nekem Vater Polgármeister aus Berlin, nagyon nagy úr, járja kézzel a zsebekbe, hosszú fekete kabát, és magára csak csinál. Ne izgassa fel magát! Látom a szemét, hogy lázas. Szóval azonnal hozd ide a lábából a bicsi rockerrel, hadd tudom, hogy ez az ostoba minden, hogy kivel áll szemben. Vegye tudomásul, hogy én ezredesi családból származom. Az én apám majdnem kormányzó volt, és ezt okmányokkal tudom bizonyítani. Dicsérő oklevelet kaptam az utolsó bálomon. Én táncoltam a selyemkendős táncot. A selyemkendő nincs már meg, mert a megboldogult. Hát nincs meg! Mutasd meg neki, szúnya! Mutasd meg neki az oklevelet most rögtön! Nem jól olvassa, Cyril Betű, de pénz. Jól olvas.
lássa. Egy hónapja nem fizeti kelt a szobáért. Az a két finom úri hölgy is azért nem jön ide, mert azok csak finom úri hölgyekhez megy. A apja soha nem volt polgármester. És ha még egyszer összemeri hasonlítani a maga gazember fáterját az én édesapámmal, esküszöm, hogy letépem a főködőjét is, és nem bizonyosztok! Maga ki úgy tartodik innen, viszítselek! És nem akarom többet látni se maga, se azt, aki jó! Maga nem akarom, tudd ki ne maga, lelketlen borosz teremtés! A férje még a ravatolom te küldte magára, pakkak a pénzre járt az eszem! Menjél! Menjél és vigy a halalait is! Számolja be! Ne hogy aztán rád fogja, hogy valami eltűnt! Meg is számolja! Akkor fogalma lesz! Értesse meg ezen az ostoba teremtésről, hogy nem beszélek itt egy bajba jutott úriasszonya, hogy ezért bíróság elé állíthatják. Emlékezzék apám menni szerető házára, és védjen meg! Bocsánat, asszony. A kedves édesapját, amit az ő is igen jól tudja, nem volt szerencsére ismerni. Hazudás! Minden szava hazudás! Ami pedig a háziasszonyával való örökös csetepatit illeti, azokban nem hajtok részt venni. A magam dolgával jöttem ide. Sürgősen beszélnem talán a soha lányával. Vele szíves férni állni az útból. Szofia! Szofia, itt a Lóna. Oda ben a barátom. Levezetjük a busz szobájában, amit azt közvetlenül az ön látogatása után megállapított. Eltűnt az asztalba egy 100 rubles bankjegyem, ezért tudott, hogy volt. Ha tudja, hogy megmondja, hogy hol található ez idő szerint. Mint az összes tanulat megígérem, hogy dolgot ezzel a fejezetet tekintem. Nem tudom. Én semmit sem tudom. Szóval nem tudja. Gondolok, hogy nincs a kisasszony. Nem tudom. Én ma délelőtt beváltottam néhány 5%-os részvényt, 3000 rubel névértékben. Azért közben átszámoltam a pénzt. Levezi a Nyitó úr a tanulatbe. Ekkor léphetünk a szobába, és eltűnően zavartan viselkedett. Háromszor is ki akart szaladni. Alig tudtam végigmondani, amiért hivattam. Így volt? Igen, így volt. Ezután elvettem az asztalról egy 10 rubelest, és átnyújtottam önnek az árvák részt. Az árvák részére mi gyors segít. Peace.
ujjunkba bújtatott poros csirke. Hát tessék, motozzátok meg! Hát ebben nála kell lenni a pénznek, arra, ha motozz meg, gyerünk, arra, kezd már el! De nem felesedni felelősz. Elmegy külfelségéhez. Igen, egyenesen a cárhoz megyek. Azt hiszem, nem. Oda megyek, oda én. Azért, mert szerintem, ha valam azt hiszem, hogy bármit megtehetsz vele. Ez még keservesen, mint fáró barátom. Na gyerünk, motozz meg! Na, 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 Habár tanul van itt előre. Kényes vagyok, mint férfiak. Habár légy van, vagy egy éves talán. Így, akit akarsz, gyerünk, motozzátok meg, hogy is ez előre. Tessék, tessék, ide nézz. De nézz, látod, üres, csak zsebkendő volt, de különben üres, és a másik is. Ide nézz. Ide nézz, látod. Tolvaj! Rendőrség! Rendőrség, Szibériába vinni kell is! Nem én voltam. Én nem vettem el semmit. Én nem tudom... De én nem menekülni akar, mindenki látja! Ami megszerűen is, maga a koronatlanul! Én nem hiszem el. Látod, Szonya, én nem hiszem el, mikor te elveszel valamit. Uram Isten, ti nem tudjátok. Dehogy is tudjátok. Ti nem tudjátok, ez a lát... Az utolsó darab ruháját elleveszi és nektek adja. Inkább mezítelen, de nektek adja, hogyha nincs ruhátok. Olyan lány ez! Maga is elhiszi, Rami Aromán! Asszonyom, nyugodjon meg, kérem! Kérem! Asszonyom, senkinek eszébe sem magát gyanúsítani. Bűnrészes vagy, hogy akár csak tudomás is volt a dologról. Nézze, annál kevésbé, mert hiszen maga leteszte le. Nézzek én. Jó. Én kész vagyok megszállni Szofi Szerionnát is. Ez a megszigyenítés talán jó lesz kereszt a jövőre. Jó, én lemondok további lépésekről. Micsoda aljasság. Tessék? Micsoda aljasság? Mi van magában részeg? Én soha nem iszom. Még vodkát sem. Mert ellenkezik a meggyőződésemnek. Te meg a hazug rágalmazok. Azt a százőben magadunk a Szofia szemben ott a zsebébe. Én láttam, hogy mindent láttam. Maxi szemében? Igen! Csak azt értettem, hogy miért. És még most sem értem. De megesküszöm rá, akár a bíróság előtt is. Bár ez szintén nem fér össze a meggyőződésemmel. Kikísérte az ajtóig, kezet fogott vele, és a másik kezével a jobbal becsempészt a zsebébe. Azt hittem azért, hogy elkerülj a hálátkozást. Hazudik. Nem hazudok! Ott volt a pénz a kezében, láttam! Majdnem nem is értette! André Szemirovics, félre ismertem, önt védje meg! Maga az egyetlen, aki segíthet! Ugye meg! Ostoba folyamatú, beszélj itt össze-vissza! Miért tettem volna ilyet? Hát ez az! Ezt kérdezem én is! Hol itt a logika? Ez az ember hazudik! Haragszik rá, mert nem vagyok hajlandó felforgatni az istentelen elméleteit! Én tudom, miért tettem. Az ön vallomása, Andrej Szemirovics, tökéletesen világossá tette előttem mindent. Ez az úr nemrég megkérte a húgom kezét, majd feljött ide Pétervárra és néhány nappal ezelőtt meglátogatott. Úgy összeszórakoztunk legelső találkozásunk alkalmával, hogy én kénytelen voltam ajtót mutatni neki. Aztán bosszúból, hogy befeketítsen a családom előtt, megírta anyámnak, hogy a tőle tanulmányaimra kapott támogatást rossz hívő nőszemélyekre költöm. Örök is még jelen voltak, amikor szegény barátom meghalt, és én pénzt adtam Katerina Ivanovnának a temetésre. És ő is itt volt. De a levelében úgy tüntette fel a dolgot, mint ha én azt a pénzt nem az özvegynek, hanem Szofia Szemirovnának adtam volna. Egyúttal a legaljasabb kifejezések kerülete Szofia Szemirovna személyét és a kettőnk kapcsolatát. Tegnap este sikerült tisztáznom magam anyám és húgom előtt, és bebizonyítanom, hogy ez az ember rossz indulatú rágalmazó. Erre persze kiadták az útját, mire a legacártalanabb módon sértegetni kezdte őket, és így végleg szakítottak vele. Mindez tegnap este történt. De ha most kiderülne, hogy Szofia Szemirovna Tolvaj, esetleg újra összeveszíthetne bennünket, és megnyerni a jó indulatukat. Tehát ez a vágás elsősorban nekem szól. Én voltam az ok, ez kétségtelen. Így van! Így van!
hiszen még külön meg is kérdeztem, amikor Szofia szemről oda belépett a szobába, hogy ő itt van-e. Nagyon fontos volt neki, hogy ön itt legyen. Ők a törvény előtt felelni fognak, amiért fedezni próbálnak egy bűntényt. A tolvaj le van letezve, és ő megvesz a maga felelő lépéseket. A bíróságon nem falkok ülnek, és nem részegek. Nem veszik készpénznek. Két ilyen nevetséges italista felforgató vallomását. Kik engem személyes bosszú vágyból megvádolnak! Menjen! És legyen szíves kihurcolkodni a szobámból! Most dolgok! És ezt akkor nem ismerjük egymást! Ha megdolgolom, hogy mennyit kilóttam vele! Hetek óta magyarázok neki! Tanítrakom! Hát, én ide akartam költözni! Maga tartóztatott maga végtelen ostoba ember! Miért? Menjél, zárulj!
Gyere ide. Ne félj. Mit mondtam meg? Hogy talán utoljára találkozunk. De ha ma eljövök, akkor elárulom ki ott a megvizsgálatát. És most itt vagyok. Hát honnan tudja? Tudom. Talán elfogtál? Nem, nem fogtál. Akkor honnan? Találj ki. Miért? Miért? Elizabethet nem akarta megölni. Csak véletlenül. Az öreg asszonyt akarta, amikor egyedül van. De Elizabeth, ha hazajött is, akkor őt is megölte. Kitaláltad? Nem találtad? Nem. Akkor nézd meg jól. Nem. Az nem lehet! Hallgass! Nem úgy sem. Miért nem ismertelek előbb? Miért nem előbb jöttél hozzám? Istenem! Hogy tetted ezt magadban? Ne csókolj! Nem vagy szedem! Éhes voltál, és hogy az anyádon segíts, azért, ugye? Nem. Olyan éhes nem voltam. És anyámon segíteni akartam, de ez nem így van. Rabolni akartam, ez az igazság. Hát el lehet ezt hinni, hiszen odaadtad minden pénzed. Vagy akkor az a pénz is, amit a temetésre adtál? Nem, az a pénz anyám küldte. Az én pénzem voltam, saját pénzem. Nem is tudom, hogy volt-e egyáltalán pénz. Egy erszényt levettem az öregasszony nyakáról, de nem néztem bele. Volt a ládában valami fülbevaló, meg nyaklánc. Nem is tudom. Mindent elástam az erszénnyel együtt egy udvaron, a folyóparton egy kő alá. Azóta is ott van. Hogy miért? Akkor hogy mondhatod, hogy rabolni akarsz? Ostobaságokat beszélek, ugye? Ha azért öltem volna, mert éhes voltam, akkor... Akkor most boldog lennék itt, de... Hogy lehet, hogy boldog vagy? Ne faggass! Nem ezért jöttem hozzád. Hanem mert nincs senki rajtad kívül. Miért is mondtam el? Jobb, hogy tudom. Sokkal, de sokkal jobb. Napóleon akartam lenni. Azért töltem. Most már érted? Nem. De beszélj csak, majd megértem. Majd mindent megértem. Mit gondolsz? Ha Napóleon az én helyemben lenne, és pénz nélkül nem tudna elindulni a pályáján, nem állna előtte se Toulon, se Egyiptom, se a Mont Blanc-t kell is, semmi szép és nagyszerű feladat, hanem csak egy nevetséges kis vénasszony kerülne az útjába. Egy uzsorás nő, aki szinte le se kell ütni, hogy a ládájából kivesse a pénzt, amit szüksége van. Vajon rászállná-e magát? Vagy visszariadna? Csak azért, mert ez bűn? Hidd el! Sokáig. Rettentő sokáig rápottam ezen. Bele is betegedtem. Aztán rájöttem, hogy nem csak, hogy nem riadna vissza. Meg se érteni, mi van ezzel visszariasztó.
Egyszerűen lesújtam minden töprengés nélkül. Így aztán én is véget vetettem a töprengésnek, és követtem a példáját. Szóra-szóra így történt. Nevetséges, ugye? És az a legnevetséges, hogy tényleg így volt. Inkább a verelte. Példát nélkül. Elhatároztam, hogy megszerzem az öregasszony pénzét, hogy az életem tökéletesen új pályára kerüljön. Erről van szó. Hát igen, persze. Védettem a törvény betűje ellen. Rosszul tettem. De az emberiség jótevői mind törvényszegők voltak. Romboltak, meg aztán... Hagyjuk ezt mindegy, hogy miért. Csak egy férget öltem meg. Egy haszontalan, mundok, kártékony férget! Igen, a férjem! Jó, én is tudom, hogy nem az! Ilongám, tudom, már hazudtam. Össze-vissza hazudozom. Ez mind nem igaz. Egészen más. Egészen más. Fáj a fejem. Őrült vagyok. Mindenki ezt mondja. Egyszerűen meggyűlöttem, ez a jó szó. Behúzódtam egy sötét sarokban, mint egy pók. Örökösen csak gondolkoztam, és akkor gyökeret vert bennem egy rögeszme. Hogy aki mindent mer, annak van igaza. Így van ez öröktől fogva, és így lesz mindig. A hatalom csak annak a kezébe kerülhet, aki lemer hajolni érte. Csak ez a fontos. Csak ez az egy. Merni kell! Én elhatároztam, hogy merek, de csak merni akartam. Értsd meg. Meg kellett tudnom, hogy én is félek vagyok-e, mint a többiek, vagy ember. Hogy csak azért születtem, hogy szaporodjak, és aztán eltemessem. Remegő senki vagyok, hogy jogom van. Ne szakíts félbe! Most már tudom, hogy nem volt jogom oda. Hát én is ugyanolyan félek vagyok. Hát eljöttem volna hozzá, nem vagyok félek. És azt hiszem, az öreg asszony töltem? Magamat töltem, nem azt a vírus. Egy csapással nagyon ütöttem magamat úgy, hogy sose támadunk fel tőle. Hát hogy lehet így élni? Mi lesz vele? Előbb-utóbb öltönök csiszünk. Már nagyon kerülgetnek. Aztán már kiengednek. Nincs semmi bizonyítékuk. Különben is mit vethetnek ők a szemembe? Millió számra pusztítják az embereket, és ezzel még dicsekszenek is. Talán mégis ember vagyok, nem félek. Így fogsz villogni egy egész életemet? Majd megszokom. Értsd meg, nekik nem adom meg magam. Ővelük még harcolok. Nem csinálhatnak velem semmit. Talán jobb eszem nem jössz el hozzá. Van kereszted? Nincs, ugye nincs. Akkor fogadd el ezt a citrus keresztet. Nekem van még egy rész. Tíz avatak adta. Cseréltünk. Ő nekem adta a keresztjét, én meg a kis szent képemet. Most majd azt jól. Fogadd el. Jó volt.
Nem, most. Inkább majd máskor. Igazad van. Mert ha már vállaltad a szenvedést, akkor vett fel. Nem szenvedtem eleget. Megöltem egy ocsmány kártékony férget. Egy vén uzsorás asszonyt, aki senkinek a világon nem kellett. Akinek a megöléséért 40 bűnt meg kellene bocsátani. Aki mindenkinek csak a vénét szívta. Hát ez bűn! Ha feltámadna másodszor is megölni! És Lizaveta? Ő rám nem is gondol. Mintha nem is öltek volna meg. De... Miért is jött haza? Őt nem akartam. Szokja szegyen oda! Szabad szokja szegyen oda! Bocsásson meg szokja szegyen oda! Egyébként gondoltam, hogy magát itt találom. Vagyis nem gondoltam. Semmi olyasmire. Csak éppen... Katyarina Ivanovna valószínűleg megőrült. Elrohant a megboldogult főnökéhez, Iván Afanaszjevicshez, és de nem találta otthon, éppen ebédem volt egy tábornoknál, és képzeljük, meg utána ment oda hozzá a tábornokhoz, és addig kiabált, amíg ki nem hívták az asztal mellé. Hát képzeljétek, hogy mi lett ebből, he? Elkergették, talán meg is verték. Azt meséli, hogy a sárga földig lehordott mindenkit, sőt, hozzájuk is vágott valamit. Mondjuk én nem is tudom róla képzelni. Csoda, hogy nem hívtak egymást. Most azonban? Igen. És egyfajtában kiabál meg csapkod, hogy őt mindenki cserbe hagyta. És hogy kiáll az utcán a gyerekekkel, hogy hadd lássa mindenki, hogy egy állami hivatalnó gyerekei az utcán fordulnak. Menjünk. Gyorsan! Olvastam, hogy a tüdőbajosoknál azok a kis gümöcskék felhúzódnak az agyvelőre, és... Milyen kár, hogy nem fejeztem be az orvosi egyetemet. Próbáltam neki elmagyarázni, de mintha nem is hallotta volna neki. Remélem nem a gümökről beszél. Nem. De vagyis a gümökről is. Hallottam egy párizsi professzorról, aki a logikus meggyőzés módszerével gyógyítja az elmebetegeket. Hát gondoltam, hogy én is kipróbálom, hogyha logikus érvekkel meggyőzöm Katyarinát Ivanovnát, hogy nincs miért sírnia, hát akkor abba hagyja. Úgy nagyon könnyű volna az élet. Nem, csak nem értettem el. Az a professzor Párizsban képzelje, hát ez nagyon jó, képzelje azt is állítja, hogy az elme baj egyszerűen logikai hiba. Nem értettem? Én logikai hiba. Segítsetek már! Megvan!
A Malbrú, Szambatongert, azt tudjátok franciában. Vagy a Szent Nikolát, az igazi gyerekben minden előkerül, azban ezzel adtatják a gyerekeket. Lizét ért vár, a tízapon kiszont a Nem, mégis inkább a Malbrú, Polya, gyerünk, oda be. Gyere, Léna, ide, Polya, állj be oda, gyorsan. Gyerünk, kezeket csípőre. Léna, te meg forogjál. 1, 2, 3. Már brúsz a bátran, gyer! Lásson mindenki, lássa, egész Péter van, ott koldulnak az utcán, egy előkeli apa gyermekei. Már húzz a bátány, előre a gondolat, igaz is van egy vállat, Polya, megcsúszott a válladon. És most, nagyon szép jó is jelentek, kicsi kefénkkel, mindenki rögtön látja, hogy úri gyerekek vagytok. Már húzz a bátány, előre a gondolat, mi a gondolat, előre, már húzz a bátány. Hát fogjuk, hogy a mellé gyereket hosszabbra kell szabni. De mindig erősködik, rövidebbre vagyunk, és tegyék, el volt csúfítva az egész gyerek. Hát megcsinálom. Kolja a kezeket csincsőre, kezd már el, ki pillanatokon ezeket. Kezdjük el, 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 Kolja, számod meg, mennyi jött össze? 20 kométa. Vannak még nagy lelkű emberek, akik segítséggel is értek egy bajba jutott úriasszonynak. Gyerünk már, húzd a bátran, gyerünk, mi a gondolatok, már húzd magunk, már mit csinálok? Hagyj el a kinyet, ott van, nagyon jó helyen vannak. Legyen ez is magunk. Teljesen megbomlott. Már húzd el. Segítsenek, kérem. A férje jó barátja, nem emlékszik? A férje meghalt, ma temettük. Az étel még ott van az asztalon. Szonya, add oda ezeknek a szegény koldusoknak. Már húkolja a kezeket csípőre, gliszé, gliszé, pate, pasz! Már húzz a bátor, gyer, ölni a kongja, kongja, gyer! Már húzz a bátor, gyer! Nőzzék, ha röbjed! Hagyja abba, kérem! El fogja vinni a rendőr! Magát is, meg a gyerekeket is! Hova mentek? Gyertek vissza, Polya, szabad be utánuk, mire válsz? Micsoda ostoba, állnak a gyerekek! Az a professzor tényleg azt állítja pár évre, hogyha logikus érvekkel sorra megcáfolunk minden éleszmét, akkor a beteg megnyugszik és nem jöjjön tovább. És képzelje, állítólag ezzel komoly eredményeket ért el. Csak eddigre igyekszólt is alkalmazunk ezért a gyógymódon eredményességét, azt hiszem, hogy sokan kétségbe van. Lehet, hogy nem igyekszólt kellett volna, de nem lehet szólják, nem lehet kiszámítani. Hozzávágytam a tintet, és oda arcoltam.
Ezért mit akarni tőlem? Ne jönnek hozzá, nem megyek sehova. Nem, hát hagyjuk. Mire várjuk? Ne hívjon a papot. Nem kell. Meghalt? Nem. Az ember nem fullad meg ilyen gyorsan. És a lentes kinyitotta az ajtót, s mézes másodosan becsalogatta őket a bolt mögötti kis szobában. Maradj már csendben, ne jelkezd! És ők bementek, de ott nem volt egy kalap hús sem. És akkor a lentes elővette a napkését, és pörköttet csinált belőlük. De akkor jött Szent Miklós, és megesett a szíva a gyerekeken, és egyszerűen feltámasztotta őket. Ne sírjél, nem most kellett. Nem igaz, a mama mesélte. Ez van benne a dalban, csak franciául. Majd megmondom, hogy itt van. Én is elmegyek. Most egy ideig nem látjuk egymást. Na, add ide azt a keresztet. Hova mész? Ne ijedezz. Nem ezt akartad? De nem miatt a megyek oda, hanem mert így elmérősebb. A vizsgálóbíró is megmondta. Milyen undorító ez az egész? Na, mi lesz azokkal a keresztekkel? Látod, ide jutottam. Mutasd, ez volt Lizaretái. Talán inkább ezt kellene, vagy a vénasszonyét. Nem, már csak a tiédet. Össze-vissza beszélt. Valóban nem szólt. Vesmeresztek. És mondjál egy imát legalább most az egyszer, kérlek. A helyet parancsolsz. És tiszta szívemből, hidd el. Bocsáss, hogy nem ezt akartam mondani. Olyan így nem imádkoztam, most nem tudom. Mit csinálsz?
Arra csak egyedül megyek. Elkísérlek. Nem kell. Oda megyek, feladom magam is kész. Miért nem tudom a névába inkább? Azt hiszed, hogy 20 év Szibéria után majd annyira megvégél a lelkem, hogy könnyek között kérek bocsánatot az emberektől, és minden második szavammal bűnösnek nevezem magam? Mert ezt akarják, ezért küldenek oda. Veled legyek. Mindenhova. Szibériában is. Nem lehet megállni. Jóvá tenni mindent, anélkül, hogy oda mennék. Öltem! Igen! De hát folyik a vér, mint a pezsgő, amióta világ a világ. És akik kiontották, azokat megkoszorúzzák a Kapitóliumon, és az emberiség jótevőjének nevezik. Azokat az embereket persze nem ilyen fából faragták. Nekik minden szabad. Lerombolni tudod, mészárlást rendezni Párizsban. Egy hadsereget Egyiptomban felejteni. Félmillió embert feláldozni a moszkvai hadjáratban, és Vilnában egy szójátékkal elintézni az egészet. Napóleon, piramisok, Waterloo, és egy undok, aszott, vén uzsorásné a piros szatyán fedeles nádikájával az ágya alatt. Persze, hogy keveredni ezt összevágni? Nem vagyok el. Legalábbis csak gondolok rá. Meg fogsz gyűlölni. És én is gyűlölni foglak. Majd én megbocsátok. De hát te nem érted semmit. Hallottam őket. Az emberiség jó tevőre akartam lenni. Annyi jót tehettem volna!